Budapest 12. kerületének az északi részén állunk most, egy olyan kis szigetszerű védett területen, amit teljesen körbevesznek a lakott városrészek. Elsősorban olyan kertesházas övezetek vannak itt, amik szerencsére nem annyira terhelik ennek a kis természetvédelmi területnek az erdejét, de nagyon nagy a látogató létszám, ez látható is főleg azokon a frekventáltabb réteken, kisebb nyílt területeken, ahol főleg kutyasétáltatók fordulnak elő. Ez a Kisvábhegynek az a csúcsi része, amelyet nem tudott teljes mértékben meghódítani az ember. Ez elsősorban azért fordulhatott elő, mert olyan meredek hegyoldalakkal tör a lakott területek fölé, hogy ezt szinte még most is a mai építési technikákkal is nehéz lenne beépíteni. Későbbiekben, amikor ez az erdőterület már teljesen fragmentálódott a környező budavidéki erdőktől, rájöttek a jelentőségére, emiatt erdőterületté, majd később természetvédelmi területté nyilvánították, egészen pontosan 1991 óta élve az oltalmat. 2013-ban sikerült kiterjeszteni a védettséget, akkor ért el a maximális kiterjedését, most jelenleg 12,5 hektár az, ami oltalmat élvez a fővárosi önkormányzatnak köszönhetően. Csak őshonos fajok fordulnak elő a természet közeli és értékes gyepterületeken is, amelyek viszont nagyon fajgazdagok. Összesen a lágyszárúakból nagyjából olyan 250-300 fajt írtak le eddig a kutatók, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a spontán visszaerdősülés az nem a tájidegen fászárúak felé indult el, tehát ez egy nagyon értékes zöld felülete itt a kerületrésznek. Ez a csillag őszi rózsa körülbelül olyan 60-70 cm magasra megnövő növényfajunk, ami hát a termesztett őszi rózsáknak a rokona, az őse, az egyik őse. Őt csak lila színű virágokkal találjuk meg a szabad természetben, de hát belőle kialakultak olyan rózsaszín, vagy fehér, vagy akár sárga virágú változatok is, amelyek egészen élénkek. És hát látható, hogy bár a virágzás végén járunk, de egy október eleje felé is mind nagyon szépen virít. A vízviszonyoktól viszont nagyban függ, hogy mekkora virágokat hoz. Lehetnek akár 200 forintos méretű virágai is, de néha, amikor vízszegény állapotok uralkodnak a nyárvégi őszi időszakban, akkor csak ilyen körömnyi méretűek szoktak lenni a virágai. Védett növényfajunkról van szó, az eszmei értéke egy tőnek 10 000 forint. Budapesten eléggé kevés helyen fordul elő, a Kisvábhegyen erős állományát ismerjük, nemrégen került elő a 3. kerületben a Rókahegy természetvédelmi területről, ami szintén fővárosi védettséget élvez, illetve a Sashegyen van a legnagyobb budapesti állomány, és néhány foltban a budai tájvédelmi körzet. Budapesti részén is előfordul, de sehol sem gyakori. A budai berkenye egy kárpát-medencei endemizmus, egy úgynevezett benszülött faj, ami cserje vagy kisebb faméretű lehet. Ez a maximális mérete, amit itt láthatunk, tulajdonképpen 3-3,5 méternél nem nő magasabbra. Jellegzetes ősszel vörösre érő almatermései vannak, amelyek kisebb fürtökben, kisebb csoportokban állnak a hajtások végén. Fehér színű virágzata van, nyár végén, ősz elején jelennek meg az először zöld, aztán később pirosodó termések. Egészen a fagyokig rajta marad a növényen, akkor összefonnyad, és hát elsősorban a madarak nagyon szeretik, nagyon fontos táplálékuk ott, ahol ez a faj előfordul. Budapesten viszonylag kevés helyen találjuk meg, a Kisvábhegyen egy egész erős állománya van, több foltban előfordul, ezen kívül még a Sashegyen található néhány öreg töve, illetve néhány kisebb helyi védettségű területen, illetve a Hunyadoron mentén megtalálható, de sehol sem gyakori, mindenhol csak néhány tő képviseli az állományt. A Kisvábhegy természetvédelmi terület a budavidéki erdőségek élővilágához nagyon hasonló fajokat vonultat fel, ugyanis tulajdonképpen ez a budai erdőségeknek, az előhegyének egyfajta ilyen kiemelkedésének tekinthető. Emiatt az élővilága szinte teljesen olyan, mint a normafa környéki vagy a nagy svábhegyi területeké. E közé ékelődnek be olyan eléggé látogatott, frekventált gyepterületek, amelyeknek az élővilága sajnos viszonylag degradált. A vegetációja a taposásnak köszönhetően eléggé elszegényedett, ettől függetlenül a szegély területeken itt is találunk védett növényfajokat, ilyen például a tavaszi hérics, vagy a csilláros sárma, vagy más néven madártej. Ezek olyan védett növényfajok, amelyek a szegély területeken, a kevésbé taposott részeken még megtalálják az életfeltételeiket, de az igazi kuriózuma a hegynek az elsősorban azok a kevésbé járt gyepterületek, amelyek nagyon meredekek, viszonylag hűvösek, és emiatt még fel tudják mutatni azokat a hajdani, nagyon értékes, nagyon fajgazdag
gyepterületeket, amelyeket mondjuk a normafa környékén ma még nagyobb kiterjedésben megtalálhatunk. Itt 1-1,5 hektáros kisebb gyepfoltok azok, amik megmaradtak az erdőfoltok között. A cserjésedés, az erdősödés az emberi jelenlét okán felerősödött, felgyorsult, túlságosan, természetellenes módon, és ezeket a folyamatokat próbálják a szakemberek visszafordítani. Ezáltal elmondhatjuk azt, hogy az északi letöréseken több mint 20 védett növényfaj található meg. Ezzel az egyik legértékesebb helyi védettségű élőhely a fővárosban. Nem csak mérsékelt övi orchideák, hanem például ősszel nyíló csillagőszi rózsa, vagy koratavasszal nyíló erdei szellőrózsa található itt meg, amelyeknek alig 1-2 foltban ismert állománya a főváros közigazgatási határán belül. Az állatvilága szintén értékes, de a kis kiterjedés miatt az érzékenyebb fajok nem jelentősek itt, illetve nem nagyon fordulnak elő, de mókussal, keleti sünnel vagy a madárfajok közül nagyjából olyan 70-75 fajjal rendszeresen találkozhatunk.